predsednice i članovi vlade, dame i gospodo narodni poslanici. A nyári szabadságok és a vallási ünnepek idején óriási tömeg van a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen, ami megkeseríti a határmenti térségben élő vajdasági emberek mindennapjait, mondta Újvári Zsombor. Emiatt az ingázó munkások és a Magyarországon tanuló diákok és egyetemisták a kis határokat kénytelenek igénybe venni, amelyek gyakran szintén túlterheltek, tette hozzá a VMS köztársasági parlamenti képviselője. A menetrend szerinti buszjáratok, mint amilyen a Szabadka-Szeged, az útlevél és vámvizsgálaton nem élveznek elsőbséget, ezért a menetidő kiszámíthatatlan. Uzimajući u obzir da mali granični prelaz Horgos-Reszke 2 već posjeduje odgovarajuće infrastrukturne uslove, potrebna su minimalna ulaganja i dogradnja kako bi tamo mogao da se vrši prijem autobusa i sa redovnih linija, pa bih vam, poštovani ministre Vesiću, postavio pitanje. Da li postoji mogućnost da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u narednom periodu započne izradu planova i implementira projekat koji se tiče prelaska autobusa redovnih saobraćajnih linija preko malog graničnog prelaza Horgos-Reszke broj 2. Válaszában Vészics elmondta, infrastrukturális szempontból a tetőszerkezet magassága gátolja jelenleg ennek a lehetőségét, azt növelni kellene a mostani 3,2 méterről. A jelenlegi államközi nemzetközi szerződés ezt nem teszi lehetővé, de mindezen dolgozni fognak. Hozzátette, erről szó volt a Lázár János magyar építési és beruházási miniszterrel folytatott legutóbbi budapesti megbeszélésükön. Eszerint az egyik megoldás a béregi átkelő adaptálása, integrált átkelőhely létrehozása lesz, a Béreg-Nákófalva Szerbcsernye gyorsforgalmi útvonal megépítését követően, amely átveszi majd a horgosi átkelő forgalmának egy részét. Magyarország is kiépíti addig a szükséges útvonalat és hidakat. Kelebián a tervek szerint még egy határt nyitnak, hogy különálló legyen az utas és a teherforgalom fogadása. Ezzel három nagy átkelő jön majd létre, mondta Gorán Vészics. Tervben van a horgosi átkelő integrált átkelővé alakítása is, ami azt jelenti, hogy egy helyiségből történő útlevélkezeléssel dolgoznának. Nedavno je mađarski ministar spoljnih poslova koji je sa mađarske strane predsjedavajući našeg mešovitog komiteta Peter Sijarto na poslednjoj sednici komisije predložio da gradimo na Horgošu integrisan prelaz i to je predlog mađarske strane koji ćemo mi prihvatiti jer pravo i jedino rešenje su integrisani prelaz. A parlamenti ülésen elhangzott a határátkelők bővítéséről, a soron következő szerb-magyar kormányülésen is szó esik majd.